Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Februári évértékelő beszédében jelentette be a miniszterelnök úr, hogy két új, rendkívül kedvezményes áron megvásárolható buszra és vasútra egyaránt érvényes bérlettípust vezet be a kormány május 1-jével. A havi ország és vármegye bérletet. A vármegye bérlet egy adott vármegye határain belül, az ország bérlet pedig az egész ország területén biztosít korlátlan utazási lehetőséget, valamennyi helyközi buszon és nem feláras vonaton, a MÁV Start, a Volánbusz, a MÁV Hév és a Gyeser járatain. A teljes áru vármegye bérlet 9450 forintba, a teljes áru ország bérlet pedig mindössze 18900 forintba kerül, azaz gyakorlatilag két vármegye bérlet áráért egy hónap alatt akár az egész országot körbeutazhatjuk. A tanulók, a 6 év feletti óvodások, valamint a fogyatékkal élők 90%-os kedvezményt kapnak, így számukra csupán 945, illetve 1890 forintba kerül a bérlet, míg munkáltatói költségtérítés esetén a bérletek árának 86%-át megtéríti a munkáltató, ami azt jelenti, hogy ezek a dolgozók mindössze havi 1323, illetve 2646 forint önköltségen tudnak ezentúl munkába járni. Az új bérletek bevezetése jelentős költségtámogatást jelent diákoknak, munkavállalóknak és családoknak egyaránt, hiszen amellett, hogy az ár rendkívül kedvezményes, a napi ingázáshoz és a hétvégi kirándulásokhoz mostantól elegendő egyetlen közös buszra és vonatra egyaránt érvényes bérletet váltani. Akik tömegközlekedéssel járnak tanulni vagy dolgozni, havonta akár több ezer forintot is megspórolhatnak. Az új vármegye és országbérlet tehát olcsó, egyszerű és korlátlan. Népszerűségét jól mutatja, hogy a MÁV csoport május 15-i közleménye szerint az elővételi online árusítás április 24-e indítása óta csaknem 304 ezer újfajta bérletet értékesítettek, amelyből közel 220 ezer vármegye bérlet volt. Az eddigi eladási adatok alapján a legnépszerűbb, a mindössze 1890 forintba kerülő kedvezményes országbérlet, amelyből mintegy 68 ezer darab kelt el. Nem csoda, hogy a hó elejé vásárlási adatok javában felülmúlták a korábbi hónapok béletértékesítési számadatait. Tisztelt miniszter úr! Néhány hét múlva beköszönt a nyár, a turizmus szempontjában megkezdődik a főszezon, várhatóan tömegek indulnak meg a vízparti települések és más népszerű nyaralóhelyek felé. Azt gondolom, kicsiknek és nagyoknak, családoknak, baráti társaságoknak és egyéni utazóknak egyaránt rendkívül nagy segítséget jelent majd az igen kedvező áru vármegye és országbélet a várva vált nyaralások során a belföldi úti célok elérésében is. Kérdezem ezért tisztelt miniszter urat, hogyan értékeli az ország és vármegye béletek bevezetésének sikerességét? Várom miniszter úr megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, Mihályfi Béla képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Lázár János miniszter úrnak. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, azt köszönöm szépen Mihályfi Béla képviselőtársamnak, Csongrád megyei képviselőtársamnak a megtisztelő kérdést, és megragadom az alkalmat, hogy tájékoztassam az országgyűlést, a megyebérlet és az országbérlet jelenlegi állásáról. Mielőtt ezt megteszem, nagyon sajnálom, hogy ha már Kalász Nagy Márton képviselőtársam szóba hozott, eltávozott a teremből, mert szívesen fölhívtam volna rá a figyelmet, elnök úr türelmét kérem a válaszomba, belefoglalom az időm javára, illetve az időm rovására ezt az egy mondatot. Németországot olyan emberek vezetik, akik nagyon közel állnak az LMPS politikai meggyőződésük alapján, és valamilyen oknál fogva elfogadták a BMW-nek azt a diktátumát, hogy a BMW nem épít Németországban akkumulátorgyárat, akkor szeretném megkérdezni, hogy kit is irányít itt a BMW valójában, bennünket vagy éppenséggel az LMP szövetségeseit Németországban. Képviselőtársamnak a válasz a következő. Először is azzal kezdeném, hogy a mai napig közel 350 ezer megyebérletet és országbérletet sikerült értékesíteni. Ennek a konstrukciónak a kitalálója Hegyi Zsolt és Bolyi Lóránd közlekedési szakember kollégánk, akik hosszú évek óta szolgálnak részben a MÁV-ban, részben a Volánban, részben pedig a kormányzatban. Egyikőjük helyettes államtitkár, második pedig a cég menedzsmentben vesz részt. Érdemes tudni azoknak a kormányzati, illetve állami vállalatnál dolgozó embereknek a nevét is, akik képesek ilyen programokat kitalálni, és a politikai szándék pedig Palkovics László miniszter urat dicséri, hiszen ő terjesztette először a kormány elé. Az más kérdés, hogy kicsit erőszakosabb emberre volt szüksége ahhoz, hogy elfogadásra kerüljön a kormány ülésén, aki a fedezetét is képes volt előállítani már, mint a MÁV kasszájából.
Szeretném elmondani képviselőtársamnak, hogy a fölvetéséhez nagyon fontos a fiatalok és az ingázók számára nagyon jogos, hiszen Magyarországon 4,5 millió ember, naponta 4,5 millió ember kell, hogy ingázzon, nagyrészt tömegközlekedési eszközzel, ez egy óriási szám, ennyi ember megy dolgozni, iskolába, szolgáltatást igénybe venni, vagy a gyógyulás reményében. Közülük most 350 ezeren már megyei és országbérletet vásároltak, és ami nagyon biztató, 70 ezer diák vásárolt országbérletet, ami várhatóan már most a pünkösdi szezonban is, a hétvégén is működni fog, de június, július, augusztus hónapban, ahogy képviselő úr kérdezte, valóban egy jelentős mobilitást biztosít a fiatalok számára, szórakozás, kikapcsolódás az ország turisztikai célpontjainak igénybevétele okán, ezért a MÁV és a Volán fölkészült arra, hogy nyáron sokkal nagyobb létszámban kell biztosítani a szolgáltatást, sokkal nagyobb volumenben lehet számítani arra, hogy a választópolgárok igénybe veszik a diákokkal és a fiatalokkal az élen ennek a kormányzati döntésnek a következményét. Azt is szeretném fölhívni, arra is szeretném fölhívni a parlament figyelmét, hogy az elmúlt időszakban számos olyan döntést hoztunk, amely elsősorban a vidéken élő polgártársaink számára fontosak, hiszen a vidékieknek kell beingázniuk Budapestre, és a vidéki polgártársainknak kell eljönnie a járásközpontba. Vidékfejlesztés, vidéki polgártársaink gazdasági támogatása, gazdaságfejlesztés és mobilitás területén abszolút a vidéki lakosság támogatásán dolgozunk. Szeretném azt is elmondani, hogy azoknak a követelményeknek, amit a parlament támasztott a fenntarthatósággal kapcsolatban, eleget teszünk, és ezt a Greenpeace igazolta vissza. A Greenpeace nem lehet azzal vádolni, hogy sok jót mond a kormányról, de a múlt héten egy közleményükben, egy nyilatkozatukban jelezték, hogy ez a leginnovatívabb dolog Európában, amit most a magyar kormány a tömegközlekedéssel elvégzett. És képviselő úr felvetésére szeretném azt is elmondani, hogy tovább bővítjük az együttműködésünket ezen a területen. Zalaegerszeg megyejogú városával megállapodást kötöttünk. Július 1-től Zalaegerszegen a helyi tömegközlekedésre is érvényes lesz a megyebérlet és az országbérlet, 9450 forint, illetve 18900 forint. Ez lesz az első város, első megyejogú város, ahol tömegközlekedés van, és igénybe vehetik ezt a szolgáltatást. Bíztatom képviselő urat, mint Szeged megyejogú város képviselőjét, hogy győzze meg az ottani városvezetést, hogy áldozzon erre, és bíztatom a főváros vezetését is, hogy próbálkozzon ennek bevezetésével, és az Intercity kérdését is rendezni fogjuk, várható a július 1-ével, tehát az Intercity-re is pótjegy igénybevétele mellett értékes lesz, és jó lesz a megyebérlet. Köszönöm szépen a képviselőtársaimnak a támogatást, és a közlekedési kormányzat nevében azt ígérem, hogy minden egyszerű, olcsó és korlátlan dolog rendelkezésre fog állni, nem csak a jegyek területén. Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem, képviselő urat, elfogadja a miniszteri választ? Tisztelt miniszter úr, köszönöm a válaszát. A választókerületemben, a Csongrád-Csanád vármegye kettes számú választókerületemben élőket is jelentősen érinti a vármegye és ország bérlet bevezetése. Mind a Szegeden tanulóknak, mind a homokhátságról Szegedre ingázóknak, mind a térségből utazni kívánó családoknak hatalmas előnyökkel járnak az új bérlettípusok. Én örülök annak, hogy ez a nagyszerű kezdeményezés segíti, megkönnyíti a Szegeden és a homokhátságon élők életét is, és abban is bízom, hogy Szegeden is bevezetésre kerül majd a helyi bérletek árában is majd ez a nagyszerű kezdeményezés. A válaszát, miniszter úr, köszönettel elfogadom. Köszönöm szépen.